Január 10-ét írunk, de már kibújt a hóvirág Erdély több városában is. Amennyiben nem hozza a tavaszt, úgy ő látja kárát, de ha tartani fog az enyhe időjárás, akkor a kertészek izgulhatnak. Nagyon-nagyon-nagyon rég, hogy van a, 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 a holvirág, de így, hogy januárban legyen, olyan nem volt. Ezt a Marosvásárhelyi Kacsó Anna mondja, akinek a kertjében több tucatnyi hóvirág nyílt ki. Az elmúlt években még volt példa enyhetélre, de a mostani látvány egyedülálló, mondja. Egy picit látszott mindig a teteje, de nagyon-nagyon keveset. Volt, amikor lefagyott, csak akkor utána ki, kibújt megint, és nagyon szép. De ilyen, ilyen nem volt még eddig, hogy ennyire ki legyenek jöve a hóvirágok, mint januárban. Hasonló látványnak lehetnek a szemtanúi a Kolozsvár belvárosában élők is. Ebben a kertben a hóvirág mellett Ibolya és Kankalin is nyílik. Az évszakhoz képest szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően a kolozsvári kiskertek többségében, ahogy itt is szirmot bontottak a hóvirágok. Annak ellenére, hogy még csak januárt írunk, éjszaka is alig fagypontig süllyed a hőmérséklet, így a tavasz hírnökeinek nem kellett áttörniük a hótakarot. A várost és környékét ezen a télen alig néhány napig borította a hó. Rügyet fakasztottak már ezek a fűzágak is, egyiken másikon már a barka, vagy ismertebb nevén a picus is kikandikál. A szokatlanul lenyhe időjárás azonban nem hat egyformán minden növényre, ezért a gyümölcsfák még nincsenek veszélyben, mondja Bálint János kertészmérnök de jelenleg mély nyugalmi állapotban vannak. Az ehhez hasonló felmelegedések, amelyek egy-két hetet tartanak, 7-10 Celsius fokok, inkább a februári hónaptól kezdődően okozhatnak komolyabb problémákat, tehát hogy idő előtt megindul a, 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 hajtás, és akkor egy későbbi, egy késő tavaszi fagy miatt elfagy, és akkor emiatt már csak tartaléklusbe tudnak indulni, ami nyilvánvalóan mindig nagy energiaveszteség a fának, és a termés mérséklődik. A híradónknak nyilatkozó kertészmérnök azt mondja, az évszakra jellemző időjárás visszatérte a kertészek érdeke, ez azonban a korán kikelt virágok kárára fog válni.